Visszavonja a tavasszal elfogadott vendégmunkás törvényt a kormány, írja a Világgazdaság. A Lapot mindenről a Gazdaságfejlesztési Minisztérium tájékoztatta. A törvény eredetileg november 1-ével, azaz néhány hét múlva lépett volna életbe. Most azt írják, hogy tovább szigorítják a bevándorlással és munkavállalással kapcsolatos szabályokat. Hozzáteszik, hogy a magyar munkaerő és a magyar lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően. Az új törvényjavaslat minden harmadik országból érkező számára egyértelművé fogja tenni, hogy Magyarországon csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. Gyöngyösi Mártonnal, a Jobbik Konzervatívok EP képviselővel beszélgetünk a témáról Skype-on. Jó reggelt kívánok, hall minket? Jó reggelt kívánok, tökéletesen hallom, üdvözlöm a nézőket is. Nagyszerű, köszönöm szépen, örülök, hogy vállalta a beszélgetést. Tudom, hogy fontos önök számára a határőrség újbóli bevezetése, visszaállítása, de egy kicsit beszéljünk először erről a témáról, végülis ez is valamilyen módon a magyar állampolgárokat védő, illetve hát a vendégmunkásokkal kapcsolatos törvénymódosítás. Mit gondol erről? Én úgy gondolom, hogy a magyar állampolgárokat egyáltalán nem védi az a törvényjavaslat, amit a nyár elején beterjesztett a kormányzat. Mi ezzel kapcsolatban már a kezdetek kezdete óta, bár a benyújtásakor is felemeltük a hangunkat, mert úgy látjuk, hogy a kormány alapvetően egy lakosságcserét akar végrehajtani azzal, hogy a tragikus gazdaságpolitikáján keresztül elüldözi a magyar állampolgárokat a saját szülőföldjükről, elhagyják az országukat a megélhetés miatt, meg azért, mert a NER 13 év alatt egy élhetetlen országot teremtett, és a helyükre százezrével szeretnének betelepíteni migráns munkásokat Ázsiából, és ez a folyamat, ez folyamatosan zajlik már. Közel 100 000, ugye a KSH-nak az adatai szerint ugye 81 000 ázsiai munkást telepítettek be ebbe az országba az elmúlt hónapokba, és havonta 1000-rel nő a számuk. Tehát itt én úgy látom, hogy egy tervszerű lakosságcseréről van szó. Orbán Viktor gazdaságpolitikájának az eredményeképpen elmennek a magyarok a szülőföldjükről, közben pedig kínai akkumulátorgyárakba, tehát idegen gazdasági értekeket szolgálva ázsiai migráns munkásokat telepítenek be ebbe az országba. Egy kicsit én azért bocsássam meg, csak azért, hogy én értem az indulatát és lelkesedését is a témával kapcsolatosan, de egy picit nem túlzás azért lakosságcseréről beszélni, tervezett, tervszerű lakosságcseréről, miközben néhány százer munkásról és csak 2 évre korlátozott időtartamú ide hívásukról van szó. Szerkesztő úr, közel 1 millió magyar állampolgár hagyta el a saját szülőföldjét az elmúlt 10-15 évben, és közben Orbán Viktor 500 000 migráns munkásnak a letelepítéséről beszél, és szinte hetente hallunk olyan új tervekről, hogy milyen összeszerelő üzemek, meg kínai akkumulátorgyárakat telepít be a kormány ebbe az országba. Egy 9,5 milliósra zsugorodott országban 500 000 tervezett ázsiai migráns munkásnak a letelepítése, az úgy gondolom, hogy egy nagyon látható arány lesz, és ez az arány, ez úgy tűnik, hogy ez növekszik. Tehát a kormánynak úgy tűnik, hogy ez az eltökéltsége, hogy a magyar gazdaságpolitikát ebbe az irányba vigye, az úgy tűnik, hogy töretlen, és ez úgy gondolom, hogy igenis, ha ez a tendencia marad, akkor Magyarországnak a kulturális egységének a megbontására tökéletesen alkalmas. És lássuk be azt is, hiszen vannak ezzel kapcsolatban történelmi tapasztalatok, hogy Németországban az 50-es, 60-as években ugye a német iparosítás eredményeképpen Németországba betelepített vendégmunkások, alapvetően ott is így kezdődött a folyamat, ez mára meg oda vezetett, hogy Németországnak a kulturális egysége hát igencsak megbomlott, és igen komoly szociális, társadalmi és gazdasági problémákat is okoz a nagy és erős Németországnak ez a folyamat. Jó lenne ebből tanulni, és jó lenne egy gazdaságilag lényegesen gyengébb Magyarországnak nem ugyanebbe a hibába és csapdába beleesnie, mint nyugat-európai országoknak, amit egyébként a Fidesz rendre kritizál. Tehát én azon vagyok legfőképpen fölháborodva, hogy ilyen
elképesztő hazugságokkal, meg ilyen elképesztő álnok kommunikációval próbálja megvezetni a magyar lakosságot, amelyik szemmel láthatóan nem dől be ennek, hiszen mi az elmúlt hónapokban járjuk az országot, gyűjtjük az aláírásokat a migránsmunkások betelepítésével szemben, és ezrével, tízezrével írják elő alá a magyar emberek a tiltakozásképpen ezt a kezdeményezésünket. Én nagyon örülök, hogy meghátrált a kormány. Remélem, hogy az lesz, hogy visszavonják ezt az egész őrült tervet, és nem folytatják, tehát nem kozmetikázzák, hanem az egészet újra gondolják, és más irányba indulnak el. Mit gondol arról egyébként, hogy anyagi szempontból is egyes hírek, kommentárok szerint megfontolandó, meggondolandó, nem is értik sokan ennek az anyagi magyarázatát, mert hogy egyes statisztikák szerint közel 1 millió, vagy több mint 1 millió forint többletköltséggel is járhat egy munkáltató számára egy ilyen külföldi munkavállaló foglalkoztatása, szálláshely biztosítása, az ideutaztatásról nem is beszélve, még ha valamivel alacsonyabb bért is kapnak esetleg, amiről nem tudom még azért számszerűleg pontosan, hogy milyen bért is kapnak a magyarokhoz képest. Tehát anyagilag egyes számítások szerint nem is feltétlenül éri meg, akkor mi lehet mégis a gond, illetve nem lehet, hogy az-e az ok, hogy bizonyos munkaköröket, mint ahogy annak idején Németországban a németek, így Magyarországon a magyar munkavállalók nem hajlandóak elvállalni, például még akár 700 000 forintos fizetésért sem találnak ugye a budapesti buszok vezetéséhez megfelelő magyar munkaerőt, és így ez egyfajta kényszerhelyzet, hogy valahonnan mégiscsak pótolni kell a hiányzó helyekre a munkavállalókat. A legnagyobb probléma az az, hogy a kormányzat belelavírozta saját magát egy helytelen gazdaságpolitikába, és ebből a saját maga által keletkeztetett, és nem csak maga, hanem az elmúlt 30 évben az összes kormány alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország egy összeszerelő üzemmé váljon. Tehát ez az elmúlt 30 év gazdaságpolitikájának az egyik nagyon-nagyon szomorú következménye, hogy egy ilyen olcsó munkaerőre épülő, és egyre inkább, tehát ez egy ilyen lefelé tartó spirál, ez jellemzi a magyar gazdaságpolitikát. A globális termelésláncnak mi a legalsóbb szintjén pozícionáltuk Magyarországot, miközben két nap alatt két Nobel-díjast tudunk a világnak adni, akik fizikában, orvostudományokban és egyéb szakterületeken nyerik el a világnak a csodálatát. Közben hát a kiváló magyar közoktatásnak köszönhetően, ugye mondta Rétári Bence a minap, mondjuk azt elfejtettem, hogy az még az előző rendszerben való oktatási rendszer eredménye volt. Kétségtelen, de az is igaz, hogy utána már, amikor a kutatásfejlesztési stádiumába érező tevékenységük, akkor már alapvetően nem Magyarországon tudják megvalósítani az álmaikat, hanem valahol Nyugat-Európában, ahol tudják, hogy a tudást, az oktatást, azt abba investálni kell, és az egy megtérülő dolog, tehát ott vonzzák azokat az embereket, akik ilyen fejlesztésekre, ilyen innovációra képesek Magyarországon, mi meg elüldözzük őket. Tehát ez egy hibás gazdaságpolitikának az eredménye, és még egyszer hangsúlyozom, azok a gyárak, amelyeket most a Fidesz épít Magyarországon, ezeknek semmi köze nincs a magyar gazdasági érdekekhez, ezek primér kínai érdekeket szolgálnak elsősorban, de mindenféleképpen idegen érdekeket. Az, hogy most már ehhez Fülöp-szigetekről kell behozni munkásokat, ez azt jelenti, hogy ez semmilyen módon nem találkozik a magyar érdekekkel, miközben Németországban pedig azért mégiscsak a német ipari érdekeket szolgálta az, és ilyen értelemben a német társadalomnak a polgárosodását, gyarapodását bizonyos értelemben az, hogy ott oda vendégmunkásokat hívtak. Egy percet tehát beszéljünk ilyen... még arról is, bocsásson meg, csak örülök, hogy nem használtam most, és én is kerülném ezt a kifejezést, hogy migráns munkások a témával kapcsolatban, de az egyébként a határokon jelentkező migránsok, akik a munkától, munkavégzéstől függetlenül jelentkeznek, és komoly veszélyt jelentenek önök szerint is a határokon, bejutásának megakadályozására, a határőrség visszaállítását javasolják. Mit gondol ennek a gyakorlati megvalósításának lehetőségéről? Szerintem egy nagyon fontos problémára szeretnénk fölhívni a figyelmet egyébként már 2016 óta, mert hogy a Fidesz akkor, amikor még a nagy migrációs válság volt Magyarországon 2015-ben, akkor valami teljesen érthetetlen okból ugye a kerítés felhúzása mellett megszüntette a határőrséget, az önálló határőrséget, és alapvetően ugye a rendőrség feladata ellátni a határainknak a védelmét, miközben a határainkra
fokozódó nyomás nehezedik, egyre nagyobb nyomás nehezedik, és az is látszik, hogy egyre nagyobb szükség lenne határőrségre egy olyan időszakban, amikor 1400 embercsempészt engednek szabadon a magyar börtönökből, ugye ez is a kormánynak a fantasztikus tevékenysége, ugye, hogy miközben a migráció ellen harcol, az embercsempészeket szabadon engedi, akik gondolom még inkább hozzájárulnak ahhoz, hogy még több migráns jelenjen meg a magyar határoknál. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy nem csak kerítéssel kell védeni az országot, nem csak a migráns munkások betelepítése ellen kell föllépni, hanem a határainkat határőrökkel kell megvédeni, hiszen Magyarországnak a kulturális egységét is megbontják a 100 éve Magyarországra betelepített migráns munkások, és a magyaroknak a bérét letöri, tehát az a tendencia folytatódik tovább, hogy magyarok a saját szülőföldjükön ne tudjanak boldogulni, és elhagyják továbbra is az országukat. Köszönjük szépen, Gyöngyösi Márton, hogy rendelkezésünk látod a korai órán. Köszönöm még egyszer. Köszönöm a lehetőséget, minden jó.